Az lenne a lényeg, hogy a heg helyén a bőr ugyanúgy mozogjon, mintha ott nem lenne heg. Hegmasszázsnak nevezzük konkrétan a hegnek a manuális kezelését, lazítását, masszázsát, feszültségoldását, és hegkezelésnek pedig nevezhetjük az egész testre ható keringésjavító módokat. Bármiféle heggel érdemes foglalkozni bármikor is az életünk folyamán. Legtöbben császármetszés után keresnek meg. Nekem ez már a harmadik császárom volt, amiután most vagyok lassan 9 hónappal. Az első császárom után még semmit nem tudtam arról, hogy létezik ilyen, hogy hegkezelés. A második után véletlenül sodort minket össze a sors, és akkor szembesült, hogy mennyi mindent lehet császár után tenni a testünk, illetve ő, mint terapeuta, mennyi módszert tanul és tud. Az lenne a cél, hogy felületesen is jó legyen a keringés, kicsit mélyebben hashártya szinten is, és szervi szinten is. Műtét után, ott a kórházi időszakban, az lenne az ideális, hogyha találkoznának gyógytornásszal, és ő elmondaná ezeket a tudnivalókat. Nagyon sokszor ez nem történik meg, és később kapják meg az információt, hogy érdemes a hegükkel foglalkozni. A harmadik császár után már a kórházban elkezdtem a hegkezelést, már a kötésen keresztül a hasadra, a hegedre teszed a kezedet, mert az már egy inger annak a műtéti területnek. De amikor leesnek a sebek, akkor utána egy ilyen felületi masszást lehet végezni finoman, óvatosan. Méhet lehet kicsit mobilizálni fölfele. Tehát itt mélyen benyúlok, egy kicsit ilyen kanalazó mozdulattal, és húzom. Az első találkozás az úgy néz ki, hogy egy alapos állapot felmérés után, aminek egy része beszélgetés, nagyon fontos megismerni az anya történetét, és akkor a kezelés, az egy manuális kezelés, jobb lesz a keringése ott a műtéti területnek, lágyabb lesz a szövet, lazul, ezek mind javítják a bőrnek is a helyzetét, eszközösen, krémezéssel, tényleg nagyon jó eredmények vannak sok évvel műtét után. És van, akinek ez az útja, hogy itt oldódik, és itt lazul el, és jönnek föl olyan dolgok, hogy akár sírás is, bármi emlék. A műtét helyén ott van egy emléklenyomat a műtét körüli történésekről, és bármi hozzáér, bármilyen ingerre, ezek aktivizálódhatnak. Ugye ez egy mély, több szöveti réteget érintő műtét. Okozhat válfájdalmat, könyökpanaszt, meddőségi problémákat, menstruációs problémákat, csípőpanaszokat. Hogyha valakinek császármetszés után panasza van, akkor elsődlegesen érdemes a hegre gondolni. 12. hét után akkor jöhet a komolyabb, mélyebb rétegeket érintő, erőteljesebb rádolgozás. Ehhez kaptam Dóritól eszközöket, módszereket otthonra, és akkor időről időre jövök hozzá, és ellenőrzem, hogy mit lehet változtatni, mit lehet a tornámba még betenni pluszban. Ez mondjuk egy heti 2-3 alkalom, naponta fél óránál nem több, amit mondjuk erre fordítok. Ez is egy kötőszöveti kezelőeszköz, kollagéntermelést serkenti, nagyon jó keringésjavító, jó tulajdonságunk, és egy csodálatos dolog, hogy önmagunkat tudjuk gyógyítani, de ehhez néha kell segítség. Nekem most ez fontos, hogy egy kicsit magamra találjak, nem nagyon tervezünk már több gyerkőcöt, engem eléggé megviselt a 3 császár és a 3 szülés. Azért ez egy nagy hasi műtét, még ha azt is mondjuk, hogy ez egy rutin műtét. Nem az a klasszikus Beachbody a célom, meg hazugság is lenne, azt gondolom, tehát, hogy ennyi idős vagyok, ennyi gyermekem van, ez van mögöttem, ez a hegem, azért van, mert itt születtek a gyermekeim. Így tekintek rá, hogy tök hálás vagyok a testemnek, most már belefetszölöm azt az energiát, amit ő tett értem, és nagyon hálás a test, és nagyon szépen tud alakulni.